Már azért sem, hiszen a 11. alkalommal életre hívott kezdeményezés nagy népszerűségnek örvend a városlakók körében. Nagyon népszerűvé vált, idén is 7 óra fél 8-kor volt a csúcsidőszak, főleg aki fél 8-ra 8-ra jár dolgozni, ők a fő közönségünk, és hát nagyon sokan voltak sorba a sétányon végig, bringák parkoltak. Jó pár éve indult, még a volt kollégámmal találtuk ki, hogy milyen jó lenne csatlakozni ez az országos rendezvényhez, és igazából azóta mindig meg is tartottuk, ugye a Covid miatt volt egy pár év kihagyás, de nagyon örültünk, hogy újra megrendezhettük ezt az eseményt. Hagyományá vált nálunk a bringás zsíros kenyér, piros paprikával bicikli formájúra díszítve, a túrórudi is mindig van nálunk, központilag műzli szeletet és üdítőitalokat kaptunk, kávé, tea. A rendőrség is partnerként működik együtt a könyvtárral. 2018 óta a Bike Safe program révén rendszeresen regisztrálják a bringákat. Idén a marcelli egészségfejlesztési és prevenciós iroda munkatársai a helyszínen egészséges reggeliket mutattak be. A marcelli prevenciós és egészségmegelőzési iroda egészséges reggeliket mutat be nekünk. Ezen kívül a marcelli rendőrségtől érkeztek BikeSafe regisztrációval, és bringás 10 órai néven várjuk az ovisokat, olyan 70-80 főt, akiket szintén a marcelli rendőrségtől érkező szakemberek fognak egy játékos ügyességi feladattal próbára tenni. 10 órakor egy 70 fős kerékpáros óvodás csapat is megérkezett a parkban felállított kresztpályához, ahol a marcelli közlekedési rendőrök segítségével sajátíthatták el a szabályos kerékpározás csinyát-pinyát. Az ovisokat bringás 10 óraival várták, s míg a téren zavartalanul folytak az események, a könyvtár gyermekrészlegének fejlesztésének részeként megérkeztek az új könyves polcok is. A gyermekrészlegen bútorlapból készült előregedett, meghajolt, kopottas bútorzat volt, egy pályázatnak köszönhetően fogjuk kicserélni, és hát ez egy érdekes véletlen, hogy pont ma szinte a gyerekekkel egy időben érkeznek az új bútorok is, úgyhogy dupla helyen kell helytállnunk. A héten már a megújult környezetbe próbáljuk várni az olvasóinkat, de természetesen egy hosszabb folyamat, mire minden a helyére kerül, és úgy kicsinosítjuk, ahogy mi szeretnénk, de folyamatosan újulunk és várjuk a kicsi és nagy olvasóinkat is, mindenkit. A tervezésnél mindenképpen figyelembe vettük, hogy ez egy gyermekrészleg, a legkisebbek is fölírjék a polcokat, nem bútorlapból, hanem fából lesz, tömörfából, így bízunk a hosszú élettartamba. Tehát a gyalogszerrel vagy akár nyeregbe pattanva is érdemes a városi könyvtárba ellátogatni, ahol számos szolgáltatással várják az olvasó közönséget. Lehet hozzánk bringával jönni, főleg ma, de amúgy minden nap szívesen várjuk az olvasóinkat, és igen, az idei év szlogenje is pont megfelel nekünk, közelíts másképp, hát mi most így közelítünk, így próbálunk olvasókat szerezni a könyvtárunknak.